Kora tavasszal megnő a szabadtéri tüzek keletkezésének a veszélye. Amíg ki nem zöldül a természet, nem indul meg a növényekben az intenzív folyadékáramlás. A legkisebb szikra vagy hőforrás is hatalmas tüzek kialakulásához vezethet. Idén eddig országosan több mint 7,5 millió négyzetméternyi terület éget le, köztük jó pár ezer négyzetméter szatmár vármegyében. Március elejéig több mint 130 hasonló esethez szabatéri tűzhöz riasztották a vármegyebeli tűzoltó egységeket. Március 5-én például 1000 négyzetméteren lángolt a száraz ajnövényzet Tiszavasváriban a Víg utca egyik üres telkében, ott a helyi önkormányzati tűzoltók gyorsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángok. Ópáiban is szintén ezer négyzetméteren lángolta a száraz fű a Széchenyi István utcában, ott a máté hivatásos Tűzoltók oltották el a szabadtéri lángokat. A lában álló növényzet, a nádas és a tarló a kerti munkálatok során keletkezett hulladék szabadtéri égetése alapvetően tilos, de az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják ezt. Ahol nincs semmilyen rendelet, ott tilos, egy házán például 2020 óta. Érdemes tájékozódni tehát az adott településen, hogy van-e ilyen jellegű önkormányzati rendelet, ami esetleg szabályozza, hogy mely napokon, hány órától, hány óráig lehet esetleg égetni. Vannak ilyen települések, akár mondjuk nyírtelekre is gondolhatunk, tehát érdemes tájékozódni a jegyzőnél, az önkormányzatnál, hogy van -e ezzel kapcsolatos rendelet. Viszont hogyha van is ilyen rendelet, és le van szabályozva, hogy égethetünk esetleg zöld hulladékot, akkor nagyon fontos, hogy a tűzvédelmi szabályokat előírások be. Tehát, hogyha égetünk is esetleg zöld hulladékot a kertünkbe, akkor mindenképpen legyen megfelelő mennyiségű oltóvíz a közelben, illetve valamilyen kéziszerszám, szám, akár egy lapát, egy gerebje, amivel esetleg kordában tudjuk tartani a szabadtéri lángokat. Amennyiben feltámad a szél, azonnal el kell oltani a tüzet. Ha mégis tovább terjedne, a 112-es segélyhívó számon kell értesíteni a szakembereket. A tűzvédelmi előírások megszegése az okozott kár és a veszély mértékétől függően 20 ezer forinttól akár 3 millió forintig terjedő bírsággal is járhat.